Sziasztok, Peti vagyok, és az Ava Group Media csatornát nézitek. Itt a sorozat második része, ahol NVMe meghajtókat fogunk klónozni, egészen pontosan az operációs rendszert tartalmazó 250 GB-os Samsung NVMe meghajtót, M.2-es meghajtót fogjuk klónozni erre az 1 TB-osra, hisz majd a NAS-unkban azt a meghajtót fogjuk használni elsődleges operációs rendszer tartalmazó meghajtóként. Úgyhogy nem is halogatjuk a dolgot sokáig, azonnal neki kezdünk, induljon az intro, ami alatt föl tudtok iratkozni a csatornára. Azonnal kezdünk, vágjunk bele! Megint sikerült az egészet úgy végigmondanom, hogy valamiért nem vette fel a hangot. Hát ez van ugye, hogyha az ember neki áll ingyenes programokat használni. Ugye többször elmondtam, hogy támogathatjátok a csatornát PayPal-on vagy Patreon-on keresztül, mivel itt a COVID-19 szituációban nekünk is kevesebb lett a fizetésünk, és már nem tudtuk fizetni tovább a fizető szoftvereket. Na de térjük vissza a témához még egyszer. Mindenkinek ajánlom, aki informatikával, rendszergazdálkodással és egyebekkel foglalkozik, az ingyenesen letölthető Hirense Boot CD nevű szoftvercsomagot. A hirensebootcd.org honlapjáról tölthető le ingyenesen, és ezzel a Boot CD-vel, vagy Boot USB Drive-val rengeteg olyan eszközt nyertek, ami diagnosztikára, javításra, véletlenül letörölt fájlok visszaállítására ad nektek lehetőséget. Nem olvasom végig az összes lehetőséget, de ezek például itt mind törölt fájlok, vagy merevlemezek, adat visszaállításra valók, vannak memória tesztelő programok, hálózatot tesztelő programok, amit mi használni fogunk, azok például az Acronis True Image 2018. Én is sokáig keresgéltem a honlapon, hogy oké, itt vagyunk a downloads-ban, de honnan lehet letölteni a fájlt. Itt alul a file name mellett látható az ISO file, rákattintva elindul a letöltés. Én ezt most leállítom, mert én már egyszer letöröltem, akarom mondani, hogy letöltöttem. És ezt az ISO file-t lehet kiírni CD-re. Illetve manapság én azt javaslom nektek, hogy inkább csináljatok egy bootolható USB meghajtót. Ugye másfél gigabájtot ír rá az USB meghajtóra, tehát manapság szinte mindenkinek van legalább 8 gigás USB pendrive-ja. Itt letöltitek ezt a fájlt, ISO 2 USB, ISO 2 USB.exe fájlt, szintén egyszer rákattintotok, letöltitek, és nincs más dolgotok, mint sem, hogy elindítsátok a letöltött programot. Így néz ki a program, jó esetben meg fogja találni azt a meghajtót, ami az USB drive-otok, nekem ugye egy 231 GB-os USB meghajtóm van, és a program jó esetben meg is találja a letöltési mappában azt a fájlt, amit föl akartok írni, mint bootolható USB. Hozzáteszem, hogy nálam ez egészen nem működött, a formázás része mindig errorral jött vissza, tehát hibával. Gond egy szár se, kiteszteltem, hogyha manuálisan megformázod az pendrive-ot, és csak az alsó opciót hagyod bepipálva, hogy az ISO tartalmat írja föl az USB meghajtóra, az végig fog menni. Egy pillanatra azért megmutatom, ha ide beírjátok, hogy merevlemez,
akkor kijön az, hogy partíció létrehozása és formázása. És itt megtaláljátok azt az nálam az N meghajtó, az az USB meghajtó, amit formázni kell. Jobb gomb, formázás, és én most nem, de ti végigmentek a varázslón. Megformázzátok a pendrive-ot. Ugye még egyszer nagyon fontos, hogy minden adatotok törlődni fog a pendrive-ról, tehát ami rajta van, azt előbb mentsétek le róla. Majd itt benhagyjátok, hogyha nálatok sem működne a formázás, lehet, hogy nálatok működik, nálam nem, benhagyjátok, hogy copy, ISO, process, végig fog menni, végig megy a számláló 100%-ig, és minden rendben van. A következő lépés az, hogy valahogy csatlakoztatnotok kell az NVMe meghajtót, vagy bármilyen új meghajtót, ez lehet egy új SSD meghajtó is, a számítógéphez, ahhoz, hogy az operációs rendszer tartalmazó meghajtót klónozni tudjátok rá. Az én számítógépem olyan, hogy az alaplapon két NVMe M.2-es meghajtót is bele tudok szerelni, úgyhogy most ezt a procedúrát mutatom meg. Ehhez be kell másznunk az asztal alá, és onnan jelentkezem újra. Na tehát a procedúrát azzal kezdjük, hogy fölemeljük az asztalt, és megnézzük ábelt a rengetegbe, akarom mondani kábelt a rengetegbe, illetve előkészítettük már az alaplaphoz járó kis cuccot, amivel rá lehet állítani az NVMe meghajtót az alaplapra, ugyanis ez az alaplapnak a második NVMe foglalat olyan, hogy így fekszik az alaplap, és rajta függőlegesen fog állni az NVMe meghajtó. Hogy lássatok valamit, fölkapcsoljuk a lámpát, és hát itt van a ábel a rengetegbe, megpróbálunk hozzáférni mindenhez, amennyire lehet, illetve le kell szedni a számítógép oldalán lévő üveget, és nem is fogjuk visszarakni, hisz ahhoz, hogy majd a Winchestereket kivegyük belőle, és amúgy itt van spoiler alert az egyik IC box, ugye ami már van, a másikra meg még várunk, azt ez lesz, fú de poros, ez lesz bent a számítógép mögött, elrejtve, akkor mondani a tévé mögött. Ezt ide felakasztjuk. Sokaknak ajánlom, hogyha ilyen rengeteg kábelük van, lehet kapni, majd megpróbálom megkeresni a linkjét, ilyen kis műanyag kábel menedzsment cuccokat, amit föl tudsz csavarozni az asztal alá, és akkor tök jól tartja a kábeleidet. Jó, az első, hát most már volt annyi első lépés, ugye? Az első lépés az, hogy a számítógép hátán megkeressük azt a kapcsolót, amivel áramtalanítani tudjuk a gépet, kamerán keresztül, így. És én azt szoktam csinálni, hogy még ki is húzom a gépet az áramból. Így. Így biztos vagyok benne, hogy nincsen feszültség alatt a gép, miközben bent fogunk szerelgetni. Úgy látom, ide kelleni fog még egy fényforrás, mert hát lófasz se látni jelenleg. Na mindegy, először is szedjük le az üveget anélkül, hogy eltörnénk. Ehhez ti egy kicsit messze mentek, meg a lábtartó kijön innen. Az üveget relatív elég könnyű leszedni a Be Quiet házunkról. Négy darab csavar tartja, és a kihívás az lesz, hogy ne ejtsük el. A csavart azt el lehet ejteni, de magát a házat, azt, vagy az üveget ezt nem kéne. Előbb kiveszünk a nehezen hozzáférhetőt. És akkor egy kézzel megpróbálom megtartani az üveget, miközben az utolsó csavart kiveszem. Majd alányulsz,
és óvatosan megpróbálod megdönteni magad fele. Így. Ezt olyan helyre rakjuk, ahonnan lejjebb nem eshet. Na tehát beraktam az Erna asztal alá, lefektettem a földre. Ő most úgyse ül mostanság az asztalánál, és annál lejjebb nem esik, meg fekszik a földön. Na, akkor kezdhetünk volna egy kis stúdió túrával is, hogy mi minden van itt. Ott van egy ménynyomó, egy szünetmentes táp. Ugye erről már beszéltünk, hogy ezen a szürke kábelen keresztül a számítógép információt kap, hogyha ezzel a Sonoff-fal kikapcsolom az áramot, és a számítógép teljesen normál kikapcsolást hajt végre, és nem csak elmegy az áram, védi a fájlokat, illetve a számítógépet magát. Ez a szürke micsoda itt, pedig egy villámcsapás ellen védő, ilyen túlfeszültség védő. Aztán itt fönt van egy lámpa, hosszabbítók és kábelek tömkelege, ugye a három monitornak, hangszorónak, egyebeknek, illetve a céges laptopnak a tápja. Ott van egy táp, ugye egy Phantom táp a stúdió mikrofonnak. Ez egy külső USB hangkártya, mert az új headsetünk 7.1-es, és az alaplapot akármennyire Asus és méreg drága, nem tudtam rákényszeríteni, hogy normálisan működjön rajta a 7.1-es hang. Van egy Cytec, azt hiszem Rumble Pad, ilyen joystick padünk, olyan, mintha egy PlayStation-é lenne, nagyon jól működik. Illetve ott bent az a fekete cucc a fehér matricával, meg a fehér kábelekkel, az osztja szét az egy display portot, ugye a három monitor között, azért, hogy egy ilyen három monitoros panorámát tudjak csinálni, például autóversenyes játékokhoz, mert hiába van nekünk 1100 eurós Asus GeForce GTX 1080 Ti turbónk, ha szoftveresen valamiért ő ezt nem akarja. De működik. Aztán bent az alaplap, jó poros, úgyhogy mindjárt bedugom a kompresszort és kicsit le is fújkáljuk. Valamint itt oldalt vannak a meghajtók, amiket most még nem szedek ki, mert még nincs itt a második Icy Box, az ennél nagyobb lesz, de akkor ki fogjuk őket szedni, és akkor belekerülnek az Icy Boxokba. Ott egy CD meghajtó, akkor van egy DVD meghajtó író, és fönt a vízhűtés, ott a vízpumpával egybeépített CPU hűtő, G-Skill memóriák, 4 darab, mindegyik RGB-s, és ott ez itt a második M.2-es foglalat. Erre kell felszerelni azt a kis tartót, amit az előbb mutattam. Na, hoztam egy kis fényt, amivel jobban láttok, várhatólag. Tehát itt van, ugye ebbe megy a vízhűtés a processzorhoz, ebbe kell beledugnunk az M.2-es NVMe meghajtót. Ehhez beszereljük ezt a tartót. Mielőtt megkérdezitek, hogy miért nem szedem ki a számítógépet a helyéről, baromi nehéz, és majdnem, hogy egyszerűbb így, mint amúgy. Oda próbáljuk, hogy ezt hogy is találták ki a kis kínaiak. Igen, tehát ennek így kell majd itt ülnie, és
Ez azt jelenti, hogy ezt a részét fordítva raktam rá. Ez itt az Asusnál egy érdekes dolog, ilyen félfordítós cucc, tehát beledugod, és úgy fordítod a kis műanyagot, hogy fölfele álljon, berakod az SSD-t, és ezt ide vissza dugod bele, így, és így rögzül az SSD, és bármikor relatív könnyen ki tudod szedni, csak ezt a két csavart kell ügyesen, így függőlegesen belejátszani. De megoldjuk. A csavar borzasztóan apró, nem tudom, látjátok-e, irtózatosan apró, úgyhogy, hopp, már le is esett, azt fogjuk csinálni, hogy beleállítjuk a helyére, és a csavarhúzóval folyamatosan ellentartunk neki, miközben behelyezzük. Talán ráfogott. Valamit ráfogott. Csak bal kézzel nehéz csavarozni. Úgy. Most pedig berakjuk az alsó csavart is. Így. Ül, mint Katiba a gyerek. Nem szóltok, hogy nem látok sokat belőle. Jó, jöhet az NVMe. Tehát még egyszer, így néz ki az NVMe meghajtó. Van rajta egy slitz, és ott az alaplapon is van egy slitz, tehát ennek így kell belemennie, értelemszerűen a PCB-nek a hátlapja fog érintkezni a tartóval. Beledugod. Finoman, nem erőltetve. Így, és ezt a pöcköt ide beledugjuk. És ha mindent jól csináltunk, akkor látható, hogy fixen van az NVMe meghajtónk az alaplaphoz csatlakoztatva. A másik amúgy, tehát amit majd ki fogunk szedni, és ahova ez is bekerül, az ez alatt a hűtőborda alatt van, így áll. Úgyhogy ahhoz majd azt a hűtőbordát le kell csavarozni, és tartok tőle, hogy a videókártyát is ki kell szedni, mert különben nem fog hozzáférni a hűtőbordához, de ezzel a problémával akkor foglalkozunk, amikor már ott tartunk. De majdnem biztos, ha megnézitek, akkor a hűtőbordának az alja itt lóg ki a videókártya alatt, szinte biztos, hogy nem fogok hozzáférni egy menetbe. De az mindjárt kiderül. Jó, a feladatok a többi részét pedig így a GoPro-val veszem tovább, hisz ugye miközben a BIOS-ban vagyunk, nem tudok nektek screen capture-t mutatni. Mielőtt bekapcsoljuk a számítógépet, oda egy USB 3.0-as portba be van dugva a pendrive, ami már rajta van a Hirens Boot CD. Visszadugjuk az áramot a számítógépbe és bootolunk. Bootolás közben nyomogatjuk az F8-at. Minden gyártónál ez lehet egy másik gomb is, amivel a boot menübe próbálunk belejutni. Elvileg azon a monitoron kell, hogy megjelenjen a kép. Folyamatosan nyomogatni kell. Kivéve, hogyha valamit elrontottunk, de ott van. Még mindig nyomogatom az F8-at.
Lehet, hogy nálatok a Dell, F2, F4, ilyesmi. Na, akkor felállítjuk ezt a kamerát fixen ide, hogy lássátok, hogy mi történik. Így. És akkor nézzünk körbe, hogy mi látható itt. Ugye a billentyűzetekkel, de még akár az egérrel is tudjátok ezt a menüt használni. Még egyszer, a ti alaplapotokon ez nézhet ki máshogy. Van nekünk a legfelső, vagy reggelet elrakom ez zavar. A legfelső az egy Windows Boot Manager, a Samsung SSD-n, ami 250 GB. Eddig is ezen volt. Látjuk a Kingston-t, Data Traveler-t, ami az USB port. Látja magát a meghajtót, ugye ez a Windows Boot Manager, ez pedig az, hogy egy UEFI Boot Manager van a Data Traveler-em. Még egyszer látja magát fizikailag az M.2-es Samsungot. Ez a TC1000-es P1 SSD 8, ez pedig az új Crucial 1000 GB-os P1-es meghajtó. Aztán vannak több merevlemezek, illetve legalább látja megint a Kingston-t, magát az eszközt, ugye itt fönt látta a Boot Manager-t rajta, és a Pioneer DVD író, úgyhogy kiválasztjuk a Kingston Boot Manager-t, és simán Enter-t nyomunk. A számítógép újra fog indulni, és föl fog bootolni a Hirens Boot USB Drive-ról. Ugye mivel USB drive-ról bootol, ezért ez a bootolás lényegesen hosszabb ideig eltart, mint hogyha simán a Windows-ba bootolna be. És itt fönt láthatjátok, végigmegy a különböző kis beállításaim. De itt láthatjátok, hogy ez nem egy igazi Windows, hanem a Hirens Boot CD. Olvashatjátok itt. Ennyi. Innen elérhetitek az összes kis programot, ami a Boot CD-n elérhető. Nekünk Hardrix Tools-ból kell a imaging, és próbáljuk meg ezt. Klónozni szeretnénk. Egy egész rendszert szeretnénk klónozni. Destination partition, please select a disk as new location for system. As ez lesz. Ugye, mert ez az egyetlen, ami még unlocated, tehát nincsen felhasználva. A forrás partíciókat látjuk, a célpartíciók. Ezzel az X-el tovább fog tartani a folyamat, de gyakorlatilag szektorról szektorra fogja átmásolni a partíciókat. Illetve, hogyha SSD-t használtok, mint én, akkor érdemes ezt a pipát betenni. Elindítjuk a klónozást. Megkérdezi, hogy akarjuk-e változtatni a destináció
fajtáját, igen, úgyhogy tovább mentünk. És végig várjuk, hogy a 2%-ból 100% legyen. Itt a jobb alsó sarokban láthatjátok, hogy mennyi időbe telik az egész. Az óra jó, most délután 6:23 van. Miközben vártok, megjött az új NAS, ez a Intel NUC 10, tehát így néz ki a dobuza. Ez egy Intel NUC mikroszámítógép, 10. generációs i7-es processzorral, teljesen passzív ventilátor nélküli cucc, tehát ha megnézed, akkora, mint a tenyerem, az egész, 6 mag, 12 thread, és itt van hozzá 2 darab 16 gigás memória, DDR4, 2666 Hz, így van, és ezt is külön részben fogom nektek megmutatni, hogy miről van szó. Csak gondoltam, megtöröm a várakozást, amíg várjuk, hogy klónozódjon, aminek klónozódnia kell. És itt látszik az, hogy gyakorlatilag egy NVMe meghajtóról van szó, hisz ez a másolási sebesség ilyen 80-90, legfeljebb 100 megabit per szekundumnál megállna, hogyha sima merevlemezről lenne szó. És itt hát látjuk, hogy még a 400 megabyte per szekundumot is átlépjük. És most átléptük az 500 megabyte per szekundumot. Ugye honnan tudjuk, hogy megabyte és nem megabit? Erről már korábban beszéltünk. A nagy B az byte, a kis B az bit. Mi a különbség? Csak hogy kiteltsem a várakozás idejét. Ugye egy byte az 8 bit. Tehát, hogyha ez megabit lenne, akkor valójában a 8-ada megabyte-ot jelentene. De ez bizony megabyte, tehát a nagyobb érték. És ugye pont ez a trükkje a internet szolgáltatóknak, hogy ők természetesen az internet sebességét azt megabitben számolják, mert hisz az számilag szép nagy számnak tűnik, hogy 1 gigabites internet, de valójában az csak 1/8 gigabyte. És ugye tudjuk, hogy igazából az informatikában főképp bájtokban beszélünk, tehát egy film az ugye ilyen 1,5 gigabyte,
Tehát akkor az azt jelenteni, hogy másfél másodperc alatt le tudnál tölteni egy filmet, de ugye mivel neked meg a bitet adnak el, és az is a teoretikus sebesség, ezért akkor se tudsz 8,5, tehát az 12 másodperc alatt nem tudsz letölteni egy filmet az internetről. Még hogyha gigabites internetet is van. Viszont ezzel az 500 megabyte per szekundummal 3 másodperc alatt lejönne egy normális film. Persze mi nem töltögetünk filmet az internetről. Majd későbbi videókban, de azokat szerintem fizetőssé fogom tenni, meg tudom nektek mutatni, hogy hogy tudtok úgy letölteni akár Németországban is filmet az internetről, mondjuk az Encore-ról, hogy ne gyűjjön meg a bajotok a szoftverrendőrséggel, még ha rátok is száll, illetve hogy tudjátok elrejteni az ilyen tevékenységeteket. Ha érdekel az ilyen tartalom, akkor mindenképpen írjátok meg kommentben, de még egyszer mondom, ez már olyan tudás, amit így ingyenesen nem teszek elérhetővé, a Patreon támogatóknak lesz elérhető. Ugye a Patreon támogatók szeretnétek lenni, akkor pedig a Patreon oldalunk linkjét megtaláljátok a videó leírásban. Közben egy kis kulisszatitok, hogy hogy van fölvéve ez a procedúra. Ugye itt a GoPro rajta azon a lámpán, amivel előbb az asztal alatt világítottunk, az pedig rajta van a gimbalunknak a kis lábán áll, mint valami kis tripod. Jó, a folyamat elkészült. Közben átugrottunk a MacroRit Partition Expert programra, és itt láthatjuk, hogy a Disk 1 volt az eredeti cénk, a Disk 0 az új NVMe meghajtónk. Ha megnézzük, akkor látszik, hogy ez a CT1000P1 SSD 8, viszont mivel a klónozásnál nem használta föl a teljes területet, ezért ezzel a programmal meg tudjuk azt csinálni, hogy átméretezzük a partíciót, amire másoltuk a C partíció eddigi részét. Ez egy teljesen intuitíven használható program. Azt mondjuk neki, hogy oké. Okay. Ide még rá kell kattintani, hogy véghez is vigye a változtatást. Azt írja, hogy kész a változtatás. És még egyszer megnézzük. Kell lennie, itt is van. Nem ez. A P meghajtónk az új C,
És most egyenlőre újraindítjuk a számítógépet, hogy a rendes Windowsban is látjuk ezeket a változásokat megfelelően. Elvileg most a középső monitoron meg is jelenik a Windows, és bent vagyunk. Megnézzük, hogy mit csináltunk pontosan. A címekhajtónk látszólag változatlan, és van egy új meghajtunk, amin ugyanaz van. Na várjál, ezt screen capture-el jobb. Na tehát, újra itt vagyunk, és összetudjuk hasonlítani a két meghajtót, például azzal, hogyha elmegyünk a videó könyvtárba, és itt a C-n is, akkor láthatjuk, hogy egy fájllal több van, amit jelenleg fölveszünk, és itt van az összes fájl, amit legutoljára módosítottunk, tehát ugye az előbb, amikor fölvettük az előző részeket, azok itt vannak. Most a következő rész az lesz, hogy kivesszük a C-meghajtót, tehát azt a Samsung SSD-t a számítógépből, és megnézzük, hogy fölbútol-e erről a jobboldali meghajtóról. Hát lássuk. Tehát, mint mondtam, az eddigi C-meghajtónk itt van ez alatt. Mindjárt kiderül, hogy ki kell venni a videókártyát hozzá, de megint áramtalanítjuk a gépet, kihúzzuk a kábelt, még kóboráramok működtetik a LED-t, tehát ezt az RGB világítás, de az is most megszűnt, és elkezdjük kivenni ezt, meg ezt a csavart. Na, közben átültetek egy másik statívra, és mint kiderült, hirtelen én is jobban látom, hogy három csavarról van szó. Nagyon óvatosan nem akarjuk beleejteni a csavart a gépbe. Egyszer. Kétszer. Háromszor. Na, ez trükkös lesz. És ha jól emlékszem, ráadásul rá is ragasztottam a hőelvezető kis termopedet a bent lévő SSD-re. Úgyhogy ez külön egy kihívás lesz úgy leszedni ezt a fémet, hogy azt ne tegyük tönkre. Na, nézzük meg, hogy kijön-e úgy, hogy nem szedjük le a videókártyát. Ilyen. Kiváló. Tehát ez a Samsung SSD-nk. Kiszedjük a csavart. Szintén megpróbáljuk nem beleejteni a gépbe. Így. Tehát itt van az új Crucial NVMe, ezt is kiszedjük, ugye ez egyszerű, mert csak ezt a műanyag pöcköt kell kihúzni. Így. És az NVMe ki is jön. Visszarakjuk oda, ahol a Samsung volt. És behelyezzük ezt az icipici csavart. Így. És mielőtt visszaraknánk rá ezt az alumínium deklit, azelőtt bekapcsoljuk a számítógépet, hogy fölbútol-e erről a merev felemezről. Lássuk, visszaadjuk neki az áramot.
beindulni. Beindul. Bútolni bútol. Kérdés, hogy lesz a Windowsunk. Valami történik. Még akár jó is lehet. Yes! Van Windowsunk. Oda gyorsan belépünk. Megnézzük, hogy mondjuk működik-e az OBS. Megnézzük, hogy megvan-e az a file, amit az előbb másoltunk ide. De ezt már az OBS tesztelésével nézzük. Működik! Na, akkor nincs más hátra, mint visszacsavarozni azt az alumínium lemezt, mutatom egyszer. Tehát ezt az alumínium leveszt visszacsavarozzuk az SSD-re. Ezt már nem veszem föl nektek. A következő lépés pedig, mondtam, miközben ment a klónozás, megjött a NUC, az Intel mini tenyérnyi számítógépe, ami az új NAS-unk lesz. A következő epizódban berakjuk NAS-ba ezt Samsung NVMe SSD-t, és ezt a két DDR4-es Odin laptopokba való memóriát. Ha érdekel a téma, talán velünk.